Ezek a közfalak statikai szerepük is voltak, amikor ezt kivették, akkor az épület megváltozott. Annyira, hogy nagyon ráfért a felújítása jelenleg a katolikus gyülekezet által kápolnaként használt épületre. A Majorsiak Értékeit Védő Egyesület gondolt egyet, és a katolikus közösséggel közösen pályázatot nyújtott be az épület felújítására és a közös hasznosításra. Bunyádváros önkormányzata a célt és az értékeket támogatva 2 millió forinttal támogatta ez évi költségvetésből ezt az egyesületet. Természetesen ez az összeg nem elég ahhoz, hogy ez az ingatlan megújulhasson, de mindenképpen jó helyre került, és bízom abban, hogy hozzájárul ahhoz, hogy itt minden úgy alakuljon ki, és úgy épüljön meg, ahogy azt ők szeretnék. A civil szervezet eszmeisége közös nevezőt talált az egyházzal, ám az épület felekezeti hovatartozástól függetlenül szolgálja majd a majosiak érdekeit. Itt nem egy buli központot akarunk létrehozni, hanem szeretnék megteremteni annak a lehetőségét, hogy mindenki, aki Majoson a civil élet értékeit fontosnak tartsa, legyen egy normális környezete. A kezdeményezéshez kormányzati támogatást is kapott a civil közösség. Nem csak a szentmisék alkalmával gyűlnek itt össze a majorsiak, katolikusok és evangélikusok egyaránt, hanem különböző városrészt érintő ünnepek alkalmával. Ezek általában egyházi ünnepek, de közösségi események is, és ezért igazából az egyházi célok mellett egy közösségi célt, vagy közösségi célokat is kialakít, vagy kielégítene ez a beruházás. Gulyás Gergely miniszter ura a saját miniszteri keretéből támogatja a beruházást 80 millió forinttal. A ház felújítása várhatóan jövő őszre készül el.